Farkas Zsoltné Nagy Marian, amatőr triatlonistát kérdeztük eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről. Több sikert is elért a sportban amatőr triatlonistaként Farkas Zsoltné Nagy Marian. Köszöntelek! Kezdjük először is azzal, hogy hogyan is jött a te életedbe a maga a sport szeretete. Még egészen kicsi koromban, én voltam a legkisebb az óvodában, az egész óvodai csoportban, jött, hogy gyerekkori asztmám van, hát mi a legjobb erre, hát leérdemes elmenni úszni. És akkor a szüleim úgy gondolták, még Hódmezővásárhelyen éltünk, hogy akkor beiratnak úszni, tanuljam meg, és akkoriban volt egy nagyon erős testnevelés tagozatos iskola a városban, és annak az osztályába sikerült bekerülnöm. És egy nagyon izgalmas osztályunk volt, mert a fele az atléta volt, a másik fele pedig úszó. És igazából tényleg arról telt a napunk egy idő múlva, hogy délelőtti edzések, iskola, délutáni edzések. És nagyon erős edzőnk volt, Bán Sándor, ő volt Risztov Évának is a nevelő edzője, tehát egy nagyon izgalmas időszakban és körülmények között tudtam úszni akkoriban. Gimnáziumig tartott, tehát nem voltam a korosztályomban kiemelkedő. Az a fajta voltam, aki szépen leúszta, meg nagyon a sprint távokra mentek akkoriban, és az nekem így egyáltalán nem volt az erősségem, és mire talán beérhettem volna, akkoriban jött egy váltás, és abba hagytam. És akkor az úszás után jött az, hogy elkezdtem más sportok felé fordulni, akkor jött be Magyarországra a Fit Kid, ami ugye így az aerobiknak az egyik válfaja volt. Boxolni is jártam így a gimnáziumi évek alatt, bár ott is inkább a futó és az úszó edzéseket szerettem a legjobban. És akkor az egyetemi évek alatt pedig maradt az, hogy inkább csak úsztam, egyetemi testi órák, de ott ugyanolyan a tanulásra koncentráltam, úgyhogy nagyon mozgékony gyerekből egy ilyen nagyon könyvtártöltelék lettem néhány éven keresztül. Hogyan is kerültél Kistelekre, és kerültél bele itt a kisteleki sportéletbe? A nagyszüleim éltek Kisteleken, és nagyon sok nyarat itt töltöttem náluk, úgyhogy még a Vásártéren található medencékben még én is úszkálhattam. És miután, hát sajnos elvesztettük őket, ezért itt maradt a ház, de nekem gyerekkoromtól kezdve így a vágyam volt, hogy ide költözzek, és így ez a lehetőség megadatott. 6 évvel ezelőtt kerültünk ide, akkor vártam a negyedik gyermekünket, és utána kezdtem el azzal foglalkozni, hogy jó, hogy megcsináltam az egyetemet, de most, hogy így még 10 évig kiálltam a 4 gyerek mellett, milyen munkaterületre lenne érdemes visszajönnöm, és akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy talán meg kellene csinálni az edzőit. Mikor még a 4. gyerekem kisbaba volt, akkor elvégeztem az edzőképzőt, és a hospitálások alatt kaptunk olyan feladatokat, hogy minél több típusú edzésre elmenjünk, és Kisvirág akkor kezdte el tartani a kezdőfutóknak az edzését itt Kisteleken, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogyan kezdenek el olyan emberekkel foglalkozni sporttal, akik előtte korábban nem sportoltak, nem volt kapcsolatuk versenysporttal. És az ő edzése volt az első, ahol én valójában elkezdtem futni. És megmaradtam. Tehát egyre többet futottam, nagyon sokat segített abba, hogy akkor a 21 kilométert lefussam, később jött a maraton, és mint hogy úszó voltam, így szinte elkerülhetetlen volt, hogy ki kellene próbálni a triatlont is. És hát még az első versenyre még a férjem kerékpárjával mentem el, szóval elég érte el a lábam a pedált, vágott kormánya volt egy fékkel, tehát így szinte azt lehetne mondani, hogy nevetséges volt, de maga a verseny az viszont fantasztikus. Milyen versenyeken vettél részt, milyen sikereid voltak? Beszélsz erről egy kicsit nekünk? Hát így ez az első kis verseny után, ahol sikerült 3. helyet amúgy így megcsípni, utána kezdtem el azzal foglalkozni, hogy tényleg akkor komolyabb triatlon versenyek is elmenjek. A triatlon az egy olyan sportág, ahol nem tudunk csak benevezni, hanem egy versenysportolói licenszre van szükség. Úgyhogy innentől kezdve el kellett indulni annak, hogy ezt akkor vegyem egy kicsikét komolyabban. Az első lépés ugye az volt, hogy egy komolyabb kerékpárt kellett vásárolni, de így nagyon jól összejött, úgyhogy kapásból sikerült egy olyan biciklit szerezni, ami nekem nagyon tetszett, és meg pont jó is volt. És elkezdtem először rövid távú versenyeken elindulni. A rövid táv az olyan, hogy 750 méter vagy 1500 méter úszás, sprint és rövid táv függő, 40 km kerékpár és 10 km futás. Majd a rákövetkezendő évben kerültem középtávra, ami 1,9 km úszás, 90 km kerékpár és egy félmaraton, tehát 21 km van a végén. És
Az egyik első versenyemnél is már sikerült korosztályban, tehát akkori saját korcsoportomban első helyre kerülni. Ez a Tatai Old Lakeman versenyen volt. Aztán volt olyan év, amikor nem sikerült annyira jól a verseny, vagy nem voltam annyira jó formában, vagy valahogy nem jött össze a frissítés, tehát például nem tudtam annyi folyadékot és szénhidrátot bevinni, hogy úgy tudjak menni, hogy ne romoljon a teljesítményem a végére. Hogyan is készülsz egy ilyen versenyre? Van egy edzőm, Lőrinc Olivér, ő írja a futó és a kerékpáros edzéseimet, mindig időre és pulzusra adja meg. Ami úgy történt, hogy volt egy tesztfutásom, tesztkerékpározásom, ebben megállapítottuk, hogy milyen pulzusértékeken érdemes nekem edzeni ahhoz, hogy hosszú távon tudjak versenyezni, tehát állóképességi sportolóként ez működjön. És azokat szoktam napi rendszerességgel megcsinálni. Hétfőnként én beszámolok neki, hogy milyen volt az előző hetem, az alapján megírja a következő hetemet. Az úszás pedig, hát azt én írom meg hozzá, és mindig ahhoz az elvekhez ragaszkodva, meg ahhoz alkalmazkodva, hogy a futás és a kerékpár az bekerül a terveimbe. Milyen versenyekre készülsz? Múlt héten volt a szezonnyitó versenyünk Velencén, ott korosztályban sikerült harmadik helyre feljönni, és az a különleges még ebben az évben, hogy idéntől számítok szenior versenyzőnek. Tehát, mint hogy idén fogom betölteni a 40 évet, innentől kezdve a felnőtt korosztályból átkerültem szeniorba, és hát a kicsikét a versenynaptár idén furcsa lett abból a szempontból, hogy a tavalyról átkerült és elmaradt versenyeket kellett beilleszteni a versenynaptárra. Hát Istennek hála, nagyon jól kerültek, tehát tényleg, mintha így jöttek volna kitalálva. 6. hónapban lesz majd egy országos bajnokság középtávon Keszthelyen, és majd augusztusban és szeptemberben tudok kimenni Déniába és Nizzába egy középtávú versenyre. Említetted, hogy elvégezted magát az edzősködést. Erről mit tudhatunk, hogy lehet hozzád jelentkezni, vagy hogy lehet részt venni edzéseiden? Hol vannak ezek pontosan, és mikor? Én a csoportos edzőit végeztem el, majd később különböző kiegészítő képzésekre mentem el, tehát mint funkcionális tréner, TRX képzésre hengerezni, tehát nagyon sok workshopon és különböző képzésen vettem részt, és én valójában kis csoportos edzéseket tartok, amikor azt kell tudni, hogy 4-6 fő edz egyszerre, és emiatt ugye nagyon szoros figyelemmel tudok lenni rájuk, és nem csak egy tervet kap meg mindenki, tehát akik jönnek, nem ugyanazt az edzést végzik mindannyian, hanem különböző tesztekkel fel tudom mérni, hogy ki az, akinek van valahol valamilyen mozgásdeficitje, mi az, amivel én, mint edző tudok foglalkozni, vagy esetleg érdemes bevonni egy gyógytornászt, mert ugye olyan problémái, fájdalmai vannak a sportolni vágyónak. És hát a tetőtérbe tartjuk így a Jókai utcában az edzéseket, és akkor ez egy kis terem, ahol együtt tudunk dolgozni. Említetted, hogy hétvégén részt vettél egy versenyen, erről mit tudhatunk, hogy ezzel ott pontosan is mik voltak ezen a versenyen? Most Velencén rendezték meg a szezonnyitó rövidtávú triatlon versenyt. Hát azt kellett tudni róla, hogy 750 méter volt az úszás, de 13,5 fokos volt a Velencei tó, úgyhogy amikor így belementünk, akkor a bemelegítésnél így éreztük, hogy az egész arcunk fagy, ugye a testünkön neoprén ruha van, tehát az egész jól melegen tart minket. És úgyhogy úszásnál már igazából nem éreztük, hogy annyira hideg lenne a víz. A következő rész az most kivételesen egy 44 kilométeres pálya volt, ahol 680 méter szint volt, úgyhogy kanyargós is volt, szintes is volt, tehát Alföldön készülve ez kifejezetten kihívás. Majd jött a 10 kilométeres futás, és az a nagyon izgalmas a triatlonban, hogy az amatőrök együtt versenyeznek a professzionalista versenyzőkkel, tehát nincsenek ilyen versenyeknél szétválasztva a mezőny, tehát teljesen egyszerre rajtolunk, és erre a versenyre eljött Bragmájer Zsanett is, aki a tokiói olimpiai válogatottban benne van, tehát őt majd így láthatjuk Tokión versenyezni. De megjelenik ilyenkor a pályán Boronkai Péter, ő 17-szeres para válogatott világbajnok, tehát nagyon izgalmas mezőny jön össze mindig. És például aki a legidősebb befutó volt, ő egy 75 éves férfi volt. És ugye a triatlonnál így lehet látni, hogy így egyszerre mozog így az egész társaság, tehát hogy megvolt az eredményhirdetés, de aki konferálta az egészet, Magyar Norbi, ő mondta, hogy na most fordul a pályára a Henrik, tehát így minden
szépen mindenki menjen át oda, és kezdjen el szurkolni. És ez nagyon tetszik így a világversenyeken is, hogy sok esetben az, aki megnyeri a világbajnokságot, az otthon a legidősebb, vagy a legutolsó befutónak a befutójában. És ugyanolyan ovációval fogadják, mint azt, aki elsőnek beérkezett. Kistelki Művészeti Iskola fúvós tanszakának növendékei tekinthetik meg a következőkben. És már az utolsóhoz is értünk. Jelj, menjünk vendégségbe! És a végére ő is az egyik legszebb népdalt fogja előadni, Csillagok, csillagok. Köszönjük szépen, a rezesekkel folytatjuk, úgyhogy a furulyásoknak nagyon szépen köszönöm, szülőknek, mindenkinek. Folytatjuk akkor a fúvós vizsgát, a furulyások után a részfúvós növendékek következnek. Először tőlem az én növendékeim fognak bemutatkozni, három növendék. Elsőként Farkas András Fülöp fog trombitázni, nekünk három dal. Első dal, amit előad, Brócki Ferenc Gólya Mótája.
először Molnár Annát, Anna Katát fogjuk hallani. Gyere! Első műsorszáma régi magyar tánc. Thank you.
a csengelei világháborús megemlékezésen Kovács Zoltán káplán és Szabó János Bence segédlelkész beszédét tekinthetik meg a következőkben. Emlékezésünk és tiszteletadásunk megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Kedves egybegyűltek, hadd olvassak egy igazán rövid igeszakaszt Sámuel második könyvéből, a 23. fejezetből, a 8. vers elejét olvasom. Ez így hangzik. Ezek voltak név szerint Dávid vitézei. Kedves összegyűltek, kedves emlékezők! Amikor megkaptam ezt a tiszteletteljes felkérést, hogy itt a háborús hősök neveit soroló tábla mellett osszak meg néhány bibliai gondolatot, akkor rögtön eszembe jutott ez a vers. Eszembe jutott, hogy magában a Szentírásban is találunk hasonló névtáblát. És ez a névtábla kezdődik eképpen, ahogy felolvastam, hogy ezek voltak Dávid vitézei név szerint. És a felirat után felsorolt több mint 30 nevet, akik különböző hőstetteket vittek véghez Dávid király uralkodása alatt. Itt engedtessék meg, hogy megálljak egy pillanatra, ugyanis sajnos azt látom, hogy manapság egyre kevésbé számít erénynek a hősiesség. Egyre kevésbé számít erénynek a hazafiasság, a bátorság. Sokan úgy gondolják, hogy ma már más világot élünk, amelyben nincs szükség hősökre, vagy hazafiakra. Nincs szükség bátrakra. Megváltozott a világ. Ráadásként még sokszor pont a Szentírásból, a Bibliából próbálják alátámasztani ezt az elképzelést, és a megbocsátás igéire hivatkozva felszólítanak mindenkit arra, hogy adja fel saját magának, családjának, szeretteinek és hazájának védelmezését. Egyértelműen látszik viszont az, hogy Isten nem ezt várja az emberektől. Isten nem várja tőlünk, hogy föladjuk a szeretteinket, a hazánkat, a családunkat. A bibliai emléktábla pozitívunként, követendő példaként mutatja be Dávid király hőseit. A nevek említése mellett elképesztő hőstettekről számol be. Az egyik hős, a testőrök vezére egy alkalommal 800 embert sebesített meg a dárdájával. 800 embert egyedül. Egy másikuk, miután a társai megfutamodtak, egyedül nézett szembe a túlerővel, és addig folytatta a harcot, hogy a végén görcsbe állt a keze, és úgy kellett kifejteni belőle a kardot. Volt olyan, aki egyetlen bottal vette fel a küzdelmet, és végül ellenfelének a lándzsáját használta fel, és a saját fegyverével győzte le ezt az egyiptomi ellenfelét. Szerepel még itt olyan, aki 300 embert győzött le egymaga, és olyan is, aki két fővezért, sőt, megemlítenek egy olyan hőst is, aki egy oroszlánnal vette fel sikeresen a harcot. Ezek az emberek, ezek a hősök, Dávid vitézei, ők hűségesen szolgálták az Istentől felkent királyukat, Dávidot. Hűségesen védelmezték az Istentől kapott országukat, Kánaán földjét. Bátran és hősiesen álltak ki, amikor szükség volt rá. És ezért Isten megemlékezik róluk az ő kijelentésében, a Bibliában. És példaként állítja őket ma is elénk. Hasonlóképpen ez az itt álló emléktáblán szereplő nevek is emlékeztetnek bennünket, és példaként szolgálnak nekünk. Hogy egy kicsit tovább lépjek, a Bibliában megismerhetjük a legnagyobb hőst is. A legnagyobb hőst, akit eddig még nem említettem. Se nem az, aki 800 embert győzött le, se nem az, aki 3-at, se nem az, aki egy oroszlán győzött le. Ugyanis a hősiességhez hozzátartozik a hűség, a bátorság, az odaszánás, az áldozatkészség, az, hogy a végsőkig elmenjen és kitartson az illető, és ne futamodjon meg. És talán egy kicsi meglepő lesz itt önöknek, ha azt mondom, hogy a legnagyobb hős az maga Jézus Krisztus. Ő hűséges volt az atyához, végig az ő akaratát követte és azt cselekedte. Jézus Krisztus bátor volt, bátran szembenézett az őt vádlókkal, szembenézett
a főpapokkal, a római tekintéllyel, a helytartóval, Pilátussal, Herodessel, sőt magával a sátánnal is szembenézett, amikor megkísértette őt a pusztában. És végül bátran szembenézett a kereszttel, a halállal, ami tele volt kínokkal és szenvedéssel. Jézusban megvolt az odaszánás, az áldozatkészség. Elment a végsőkig, és nem futamodott meg. Még akkor is kitartott, amikor a keresztre szegezve gúnyolták és hergelték őt, a körülötte álló. Ezt mondták neki, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről. Jézus kitartott mégis, és feláldozta magát értünk. És ha már itt tartunk, hadd említsem meg a legmegdöbbentőbb tényezőt. A Biblia azt mondja, hogy még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Hallhatjuk Pál apostol buzdítását. Adja meg nekünk is az Isten ezt a fegyverzetet, amivel ellen tudunk állni. És ő segítsen minket, hogy talán emléktábla nélkül hétköznapi hősökké tudjunk mi is válni. Amen. Most imádkozzunk, és hajtsuk meg fejünket. Istenünk, tudjuk, hogy az emberiség nem igazán látja a helyes megoldást sok tekintetben. Azok az emberek is, akik háborúba mentek, mentek, mert nem tudtak jobbat. Mentek, mert remélték, hogy a jó ígért harcolnak. Remélték, hogy van értelme vérük ontásának, izzadságuknak, szenvedésüknek. Urunk Istenünk, hallottuk a népdalokban, mindegyik katona szíve hazavágyott. Hazavágyott ahhoz az időszakhoz, amikor majd lehullanak a levelek. Hallottuk Istenünk, hogy hazavágytak babájukhoz, hogy újra megölelhessék, s családukkal békében éljenek. A kis ember mindig játéka a nagy hatalmaknak. Hozzád fordulunk, Istenünk, mert tudjuk, hogy bár itt a földön a világ vezetői sok esetben megfontolatlanul terelgetnek bennünket, a világ vezetői sem látják sokszor a helyes irányt, de Te, Istenem, Istenünk, látod mindig a helyes irányt. A mi életünk akkor sem játékszer, mert tudjuk, hogy a Te kezedben van. Legyen az akár háború, legyen az akár járványhelyzet, vagy bármilyen nehézség. Urunk Istenünk, bocsánatot kérünk a múltbéli vezetők bűneiért. Bocsánatot kérünk azért, hogy a hatalmak egymással versengve területeket akartak, háborúkat akartak, és az ideológiáikhoz felhasználták Isten nevét is, a Te nevedet. Arra kérünk, Istenünk, adj új korszakot a mi életünkben. Add, hogy bűneinkből megtisztulva a Te követésedre adjuk lelkünket. Add, hogy ebben a mostani században is a Te akaratodat tudjuk követni. Add meg a nagyhatalmaknak a bölcsességet, az ország vezetőinek a bölcsességet, mindenfajta politikusnak a bölcsességet, hogy Téged keressenek előbb, ne a saját önző érdekeiket. Arra kérünk Téged, Istenünk, segíts meg bennünket ebben a járványhelyzetben is, amely most rajtunk van, és vezess ki bennünket ebből. Légy velünk, hiszen tudjuk, hogy a Te szereteted, Istenünk, erősebb a halálnál, a Te szereteted mindenek fölött áll. Azzal a szeretettel kísér bennünket, amellyel Jézust kihoztad a sírból húsvét hajnalán. Amen. Most imádkozzuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen. Legyen áldott a hősök emléke. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Gyereknapot tartottak a Szivárvány óvodában. Az erről készült montásfilmünket tekinthetik meg a következőkben.